Hűvösvölgyben vagyunk, egy kanyargos mellékutcának a zsák részében, és most körülbelül 70 évet fogunk visszamenni az időben, mert itt áll az óriásfák között Molnár Farkas torzóban maradt, soha be nem fejezett úgynevezett Magyar Szentföld temploma. A hazai Bauhaus egyik legjelentősebb építészét, Molnár Farkast 1937-ben kereste meg Majsai Mór Ferences szerzetes és szentföldi hivatali biztos a budapesti Szentföld temploma megépítésének ötletével. A ferencesek feladata volt a közel-keleti zarándokhelyek őrzése és gondozása is, és a Szentföldet megjárt magyar szerzetes pap ötlete elég merész volt. Meg kell építeni az akkori Palesztinában található legfontosabb zarándokhelyek másolatát azoknak, akik nem juthatnak el a bibliai tájakra. Molnár Farkas, a ferencesek plusz Szentföld. Akkoriban a korábbi bauhausosok közül sokan emigráltak, Molnár Farkas viszont maradt, pedig a radikális szakmai nézetei miatt többszörösen szemben állt a mindenkori hatalommal. Például az építészkamarából kétszer is kizárták. Molnár Farkas viszont felhatalmazást kapott a ferences rendtől, hogy mindezt modern eszközökkel és mentalitással teheti. A Hűvösvölgynek ezen a vadregényes részén 1936. augusztusában először egy zárda épült meg a szomszédban, majd egy kápolna, előbbiben pedig hamarosan a Szentföldi Múzeum is megnyílt. Molnár 1938 elején mutatta be az első terveit, közben a folyamatos adományokból a templom helyéül megvásárolták ezt a Heinrich István utcai telket is. A terv központjában egy kupolával lefedett ovális alakú tér állt. Hosszanti oldalai mentén 6-6 kápolna sorakozott volna, a homlokzat pedig teljesen modernista lett volna. 1937-ben Molnár Farkas még Palesztinába is elutazott, és utána áttervezte az épületét változatlan modernista eszközökkel, de akkor már egy erős bizáncias hatás is benne volt az elképzeléseiben. A legnagyobb hatást egyébként a jeruzsálemi Szent Sír bazilika tette rá. A belsőt itt úgy képzelte, hogy a kupola alatti fényélményt az apró ablakok sora adja majd ki. Az alapozás végül 1940 nyarán a Betlehemi barlang alapkőletételével indult meg, és másfél év múlva készült el az utolsó, a negyedik tervváltozat, természetesen lényeges módosításokkal. A főbejárat például már szintén a jeruzsálemi Szent Sír bazilika bejáratának másaként jelent meg. Ma már a félbemaradt templom nagyvonalú méreteiről legfeljebb az ellipszis alaprajzú, egyébként 20 méteresre tervezett templomtérből következtethetünk. A hatalmas teret kis ablakok beiktatásával héjkupola fette volna, körben 20 karcsú vasbetonoszlop alátámasztásával. Ehhez a tekintélyes nagyságú térhez csatlakoztak volna két szinten a kápolnák. Aztán jött a világháború, a belső tér tervezett 20 méterét soha nem sikerült elérni, a tető sem készült el, és a tervezett 21 kápolnából, azaz 21 zarándokhely másolatból is végül is csak 10 szentét sikerült befejezni, egy ilyenben vagyunk most is. 1946-ban az építkezés ugyan újraindult, de az adományok már elapadtak, és 1949-ben az egész épületet államosították. A tetőszerkezet már elkészült részeit is visszabontották, az alapító szerzetes Majsai Mór börtönbe került. A környék kerítéseiben, épületeiben viszont állítólag máig találni az építkezésről elvitt ajtókat, rácsokat, anyagokat. A 70-es évektől a hely a fővárosi levéltár raktáraként szolgált, még a levéltár központját is terveztek ide a Hűvösvölgybe. Nem tudjuk, hogy az eredeti épületben itt mit terveztek, de a könyvtári évtizedeiben itt biztosan levéltári tárolók, tehát polcok lehettek, mert erre utalnak a linoleumfoltok, illetve a kapcsoló vezetékek is.
A 20 méteres falak között az elmúlt 70 évben szereltek össze mezőgazdasági gépeket, forgattak több filmet, de rendeztek beat koncerteket is. 2006-ban műemléki védelmet kapott a torzó, aztán 2021-ben a fővárostól újra a Ferences rendhez került. Ugyanabból nem feltétlenül látszik, de ez egy szórakozó hely volt egyébként, vagy legalábbis annak tervezték. A félig kész templom a világháborút túlélte, de az építész nem. 1945. januárjában Molnár Farkas ebben a Lockár utcai villájában a legfelső emeleten bombatámadás áldozata lett. Hogy az egyik legnagyobb magyar Bauhaus építésznek ez a templomtorzó vajon egy koncepciós alapműve, vagy inkább a sok áttervezés miatt egy kényszer szülte, azt nehéz megmondani. Minden esetre a hüvösvölgyi félig kész magyar Szentföld templomnak nincs méltó befejezése. Máig nincs méltó befejezése.